Üdv mindenkinek, folytatjuk a The Great East Attorney Chronicles-t. És most folytatjuk a The Memoirs of the Cloudy Kokoro-val. Resolve második ügyében, illetve a hetedik ügye az egész sztori szempontból. It was a ghastly tale of a winter's night. One of an invisible killer and a crime perpetrated on the pavement along Briar Road. As the victim lay at death's door, the mystery of just who had stabbed the young lady from behind had been resolved. But no sooner had my friend saved that Eastern Exchange student from his harrowing plight. Igen, ez a negyedik ügy, amit végig csináltam. A second bizarre crime rend the stillness of that very night. I dare say most can still recall the sensations of the day. Haunted apartment of death, the condemned criminal's curse, the dread demon of coal gas. Yet, though the great detective had at once discerned the truth upon his arrival at the scene, it only proved to be the overture that announced the rising of the curtain on a most tragic play. This is all. Miért beszélek-e? Szóval, az a régi ügynek a második része, amit olyan most végig akarnak csinálni, és még azelőtt volt, miért még megvittem volna Gina Lestrange-et. Előzke, Japánból érkezett a Angliába. Szállás kapott Sherlock Holmes-nál. Ezt alakították át ügyvédi irodával. Négy hónap ellen volt teren. Na, nem kell még egy volt az utolsó, az biztos. Kapott egy levet hirtelen. De hirtelen kapott egy jó. Igen, megváltoztattam az őruháját is, most már így fogják látni mindig. Eltűnt a harmadik gomb. Haja mindig ugyanolyan, mint eddig. Szóval öltétel a gombját.
Ebéd után történt. Szóval álltad a hegedű. Gondolják a rossz elméletei miatt. Bizonyára. Jövök Iris Wilson, az szóltása. Kapod levelet Japánból. Suzito. De még miért megteszem vele? Majd, apá, nem így, nem így, nem így. Szerintem megvizsgálom magam ezt, mert ez is benne vajon a Accolade-ben. De ez minden, amit akartam itten. Jó, most vissza. Mert ha jön a párbeszéd is, ha jön utolsó, akkor már... Nem lehet erre beszélni. Mert ezt mindig ne kell figyelni. De ha megvan a Hellock ilyen, akkor... Tehát nem kell vele foglalkozni. Oké, ennyit erről. Most már beszéltünk. Suzy megnyert egy pert. Nem lesz egy Natsumér. Két bajot.
Jest tu hírek. Szokottak a kidéti, amelyiket visszamegyél a kamába. Még bizonyosan van közben a negyedik kerítség. Illetve még a hetedik kerítség. Szóval 4 hónapja, hogy Nusuf nem tért vissza. Görs között, hogy az apja nem is volt. Beteg, szóval hazudott. Valamiért. Hát lehet, hogy jónakban a Natsume-hoz is kapcsolódó. Szóval egy ilyen szóval két ügy miatt volt letakva, nem egy. Tehát ez lesz a négyik ügynek a második része. Mivel interjú lenne, hogyha egyszerűen elvaskaszt az ügyet. De ez a dolog 6 hónappal ezen történhet. Ma flashback. Ilyenkor most még mindig hideg van, és a pánok telik el a négy ügy után. Még
miután le volt szúrva a nő, és túlélte. Meg kellett látogatni az áldozatot a kórházban. Igen, sikerült az Antonossal beszélni egyszer. De ez nem tartott sokáig. Hát említették, hogy visszatért Japánba, de még előtte még egy incidens eszembe kell nézni. Gyögér! Szóval itt van akkor. Tehát februárt jönnek akkor. Igen, az előállás még változott. Te még mielőtt csinálj bánt, és előbb nézi meg ezt a képet. Fiatal új ember van. Ugyanolyan korban, mint Green. Most beszéljünk be, akkor... Csáó Eget! Válaszkodj! Nem van rém bőve. Jobbolást kívánt ő. Valahogy bőve. Hát elég béna a festő. Nincs képesség művészethez. Azt gondolja, hogy nem érdemlél, hogy így. Incidens idő.
Hideg volt az a napon. Aztán volt a kő. Én a kvarc előtt. Komában volt. Nem fogja megemlíteni, hogy ez egy zsűrtag volt a tettés. Szóval csak tanuló volt így akadémián, talán művészeti akadémián. De valamivel kodolászott. Én távozni akarom innen. Nem adják ilyen. Kosszára tehetek fel. Készítőt még el kell olvasni. Gyilkosság szóval piac hely tartozkodik. Tehát a webét is szóval ki, de most még a következő napon még egy gyilkosság történik. Tehát a bal szerencs is.
van, mint a megjött volna, megjegyzi. Sehol nem nézi. Biztos, hogy brutálisan be van szarva. Gregson is megérkezett. Ne jöjjünk hozzá semmihez. Majd ide a házatot. Megint meg van jedve. Még nem jelenik meg. És így beszélni ki a vele. Ki a rámzott neve? William Shakespeare. És egy bérlő volt itt. Színész. Szóval Gary, de betört az ajtót. Megjelesed az ajtót. Nem volt se jóvá megyek. Jó szám segíteni. Még meleg a testem.
Itt van, Sherlock, most beszélhetsz. Csak ezt kell kibálni. Mi is az álláspont? Vagy póz. Üzen. Megint így következtetést fogalmazatni. Úgy inkább levezetés. Kell majd érsíteni. Ez nem tesz, hogy nagyon fél. Végezési téma. Azt gondolom, hogy megérkeztem. Milyen extrémen reagál erre. A kerülni érhet lehetetlen. Szóval, lássuk ki a Sherlock Holmes elméletét. De kis idet ide helyes is az. A halál oka. Alapszik a szája. Ami bizonyíthatja, hogy mérgezés. Ami a tányéron van, az egy támad, az egy szappan. Ez egy szappat! Gondolod, hogy ez is beszapolt a galéti, ez az nevetséges. Azt gondolja, hogy a szappan mérgezte meg. Ez hülye. Nem helyezte át rendesen a helyszínt. Öngyilkosság vagy gyilkosság? Ezt még jól vetszalik. Szóval teázás is. Ami a válaszol, hogy az a betört ajtó. Be volt zárva az ajtó. Az azok kulcs a zsebében volt. Egy idő kellett, hogy legyen.
Nincs tettes. De vajon ez teljesen. Ez nagyon nevetség. Ez egy szapot. De a problémák a következők. Bármilyen ilyes is volt. Végül, ha majd olyan lesz a pont enni. Lehető. Szóval ő sem egy szappant! Megtisztítja a belét. Már megtanultad el, hogy a szappan mérgező. És hogy nem áldozta elfogyasztani. De más probléma is van. Natsu. A viselkedés így gyanúk kettő lett. Hát úgy tűnik, ezt az eredetét még egyszer ki kell javítani ezért. Egyik, hogy mi akarne valaki egy szappan tenni, a másik, miért viselkedik Natsuma a gyanúsan? Köszönöm, hogy ez ilyen ráadászke nem vetét. Végig. Igen, az látható, hogy hapszik aztán. Hát a bűvő bizony nyitaná azt, hogy evett szappant. Még ott maradt. Meg kell bizonyítani, hogy nem evett az adó. Tehát mi kell ez esetben tenni? Amit Sherlock Holmes nem vett észre, az itt van. Tehát említse meg rendesen a bűtény helyszínt. Ez leplezi az igazságot. Ez a másik fel a szappannak. Tehát ez bizonyítja, hogy nem evett szappant. Hiába, hogy éhes volt, hát a szappan az nem indok arra. De a nyilat így. A jó kés az hogyan volt megmérgezve?
kanyaltam. Az is benne lehet. Tehát az alma, hogy kell mossunk bele. Kérdése a választ. A tényleg cécsze adja, úgyhogy. Az egész, hogy kihagyta. Tehát nincs kaja. Tehát ha akkor bizonyára mérgezés teárcész, ami a teában volt. Már csak az a kérdés, ez a gyilkosság volt-e, vagy gyilkos? Ez is a nagyszmertben van szalva. Tehát szerintem nagyon gyalog is a válasz. Szóval már kell nézni. Tehát még egy van, amit nem nézett, tehát rendesen, de... Mr. Holmes. Méghozzá ezt. Tehát nem egyedül jó. Tehát két teárcésze volt itt. Tehát volt vele egy vendég. Már nincs vissza a gyűnét. Tehát az biztos, hogy volt vele valaki. De majd... Nem kerülhetjük az igazságot, az biztos. A kérdésre a válasz... Itt van. De először el kell nézni, miért még kell. Mondunk valamit. Ezt már hallottam korábban. És ez nem lett véletlen. Ezek azok a könyvek, amik egy Natsumi vett ki. És a válasz itt van. Csak
csak így fogadják el. Kiszavázta a könyvek adják el. Igen, előbb következőben nem tartozhatnak. A magával életem van tömeg, de ezt nem említették. Az a szobával érte. És így jutott ide. Hát pedig ez... Már pászban van. Mert sajnos nincs másik következtetés. Még ez is behaltott bele. De volt vele egy vendég is. Az a vendég Soseki Natsu. Időt is sem, most megint vissza a cellába. Az biztos tűnik, hogy a helyszínen volt, azt már nem lehet hallani. Már még tűrösen lett. Már nem. Egy Kánál már hiába a kifogása. Szerobot hibáztatja az egészét. Hát ezek olyan elsik fel. Ezessük a macskáját. Szóval gonoszálltok, még nem, megint lesütött rá. Az ilyen... Ez a következtetése most... Lehet így vállott. Szóval Gyuride fedezte fel... az Amzugot.
most már nézzük körül mindenhol. Szóval ez a gázszámla, ide kell venni érvényt, hogyha valaki fűtést akar. Mert az itt pénzbe kerül. Amikor megfagynak. Szóval, ha nem fizetnek, akkor a fagyban aludhatnak. Be van téglázva ez a hely is. Szóval ez a ablakadó. De néhány tégla olyan állapotban van, hogy lehet húzni. És két szapont helyezett el itt. Talán kis rés, ahol észrevettük a szapontokat, de hogy miért raktak ki oda, az érthetetlen. Oké, és az miért te rakta őket oda? Egyet el kell vinni onnan. De az így szapamon van valami. A közepén. Érme lakozik benne. Még ezt itt. Egy eltépett boríték. Semmi levél nem rendelkezik ottan. Mi is ez szokatlan? Mit keres egy szél? A boltik személyt ott. Mert sokáig még nem fog kiderülni. Mi maradt még hátra? Igen, ez a gázlámpa. Ez adja a meleget. Mi maradt még?
Jobban a sítet, így Brit lelke. Még valami mind maradt, de vajon még mi? Kostümek. X-re emlékeztetik. Igen, de én megint versenyezem X agyával. Jó, ezt felejtettem el akkor. Azt gondolják, hogy a teában van valami élénk, de lehet, hogy nem bí. Nem biztos. Ja, ez volt az összes. Viszont... Gresszom már vissza is jön. Szóval itt a nyomozást fognak végrehajtani. De távozni akarnának. De az áldozat fel kell. Költészetről beszélni. Szóval életben van.
Szóval nem is halt meg. De van vétel összes. Szóval megbeölve beszélt. Szóval megbeölve beszélt, mint illusztrált. Meg volt megjegyezve, de nem volt, de nem írtak. Szóval kórházba küldték ezért. Briar Road. Gyilkosságért letartóztatták, de és kiderült, hogy egyszer hogy életben van az áldozat. Ez vagy gyilkosság kísért volt, vagy gyilkosság gyilkosság kísért. Már láttuk korábban. Szóval ő is ilyen valatlan szállni egyedik epizódból. Elrohant. A negyedik epizódban láttuk Shamespeare-re együtt. Most Gaidefhez kell menni. Ki kérdezni, hogy mit látott Shakespeare szobában. Hát biztosan Shakespeare elmondani, hogy rajongolja a Shakespeare-re történeteknek. A reggeli incidens. Szóval ő rúgta be az ajtót. Mert tudja, hogy egyáltalán fizeti a gázszámát. Félvágy biztosan, de ott. Shakespeare. S
Szóval alsó részt bérelte. 3 hónappal ezelőtt. Hát igazán szegény lehetett, az biztos. Kutatás része. Shakespeare-ről. Romeo-ról és Hamlet-ről meg ilyesmi. Igen, a világ egyik leghíresebb költőjéről van szó. Ez az a lenni vagy nem lenni dolog. Tegnap eset. Ez itt volt. Nem volt semmi fény. Honnan tudod, hogy ki mit csinál? Hát nem a... Nem tudom mindent tudok meghallani arról, amit bérlők csinálnak. Akkor kérdezik, hogy kinkedik-e? A gáz. Beszélő gáz. Gáz mindent elmagyaráz. Ami a csövön keresztül megy. Ha működik a gáz, akkor fény és cseh szivárog. Füstöl? Ha használják a villanyt, akkor több gáz jön be. Szóval minden csövön keresztül megy.
Szóval amikor este alszanak, akkor meg lekapcsolod, az biztos. Az a kérdés, hogy ilyen, de miért kíváncsi a gáz azon kezdtünk indi, a bélőkre. Megint beszélünk ilyen náci néva. Akkor már csak oda kell menni. Összem az zavaró dolog. Szemben tartja a detektívet. Ördögi levezetése nagyon hosszú esek. Mint ellene álkozva. Van egy jó híre. Az áldozat nem halt még. Már csak gyűjtsen kis sétét lenne érni elítélve. Rosszul is tett neki a kérdését. Látod, találkoztál Shane Sphere? Elúti. Elkozva ez. Ah, nem ezt. Mi történt? Hát örült, hogy segíthetett, vagy segíthettem. Meglátogott a Shane Sphere-t, miután szolgó. De nem tett semmit. Sose. Először volt nála. Húsozni akart. Szóval te átvittél hozzá. Szóval a Shakespeare témában segített neki. Romeo és Júlia. Ki az erősebb?
Juliet nyerte. Elkozott létet is. Egy éve van itt. Mert tudod, hogy nincs helye. Ez idén hely nagyon szors. Idén hely van itt. Bámulják is nehetnek rajta. Szóval mindenki ilyen lenézővel. Folytonosan költözött és ide érkezett. És miért jött ide? Mert olcsó volt a bér. És nem tudom, hogy is hívják azt a... De a költség ott olcsó volt, de elálkozott volt az a hely. Ugye a fél tudja, hogy azt hitte meghal. Azt gondolta, hogy egy olyan olcsó hely, ahol senki nem akarna élni. Bozonos történet. Ez a érzés volt. Valaki más. Más rémálmai vannak. Akik meghaltak itt, azok folytogatják az emek a... akiket ott áll álmában. És ez egész fáj neki. Az ott a fuldokot, ahogy azt ide meghal. Gárdőr aggódott emiatt. Szóval ezért figyeli Gárdőrbe minden bérőjét. Mert már két halottja is volt ennek a helyszín. De az a modell elkezdődött, hogy a Shakespeare elmondja, mi történt. Igen, én Krexel. Jó ira van, meg rossz híre.
Szóval csak elájult. De még ahol sok kezelik. Szerintem nincs a kártyában, hogy ezt a notálozhat, hogy ez úgy csak elállít. Szerintem megejtette ki a felsőt. Szóval gyorsítja a gyilkosságért. Vagy gyilkosság kísérletét. Ezért a penész kell lennie. Szóval mindenképp újra meg kell védeni ezt a szakinát szólni. Folytatjuk. Jó, ennyi volt mára. Iratkozzatok fel, és legközelebb a első perrel folytatjuk. Szevasztok!